Felmentették Lorang Vagbo volt elefántcsontparti elnököt a Nemzetközi Büntetőbíróságon. A most 73 éves politikus, valamint egykori sport- és ifjúsági minisztere háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt állt bíróság elé. Az ítélet szerint az ügyészség nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a vádakat, így fellebbezés hiányában akár már szerdán szabadlábra kerülhetnek. Gbagbo 2010-ben vereséget szenvedett a választáson, az eredményt viszont nem ismerte el, ezért polgárháború robbant ki parton. A 3000 halálos áldozattal és számos jogsértéssel járó konfliktusnak egy Franciaország vezette nemzetközi beavatkozás vetett véget. A volt államfő felesége fél éve szabadult hazai börtönéből.